Nagypénteken vagyunk, az egyház egyik legfontosabb napján, Jézus Krisztus kereszt halálára emlékezünk. Ma egy olyan liturgia van, ami nagyon sok szimbólumot használ. Ez az egyetlen nap az év folyamán, amikor nincs Szent Mise. Azért, mert tudjuk, hogy a Szent Mise Jézus Krisztus kereszt áldozatának a megjelenítése, és ma mutatta be Jézus a legszentebb áldozatot, amikor saját magát felajánlotta. Ezért az egyház ige liturgiát tart. Csonka misének is szoktuk ezt hívni, amelyben három fontos rész van. Az első az ige liturgiája, a második hódolat a kereszt előtt, és bár nincs Szent Mise a mai napon, de szent áldozáshoz járulunk. Lemondunk a Szent Miséről, de nem mondunk le a szent áldozásról, mert ma is szükségünk van Jézusra. A liturgiának a színe piros, és ahogyan itt látszik ezen a szép oltáron, a lila átmegy a pirosba, hiszen ma egy véres áldozatra emlékezünk, Jézus a vérét ontja értünk. Visszaemlékezem arra, amikor először láttam a torinói halotti leplet, alig tudtam utána bemutatni a Szent Misét, mert nem gondoltam volna, hogy valóban ennyire megverték Jézust. Nagyon sokat kapott, sok verést. Alig maradt épp rész a testén. Az oltár nagyon egyszerű, nincs rajta semmi. A tabernákulum, ahol Jézus egész évben van, üres, hiszen nincs Jézus itt köztünk. Ez a nagy csend jellemzi az egész nagypénteket, és a liturgiának az első részét is ez a nagy csend jellemzi. Nincs ének, nincsenek gyertyák, semmi dísz, mert gyászolunk. Gyászoljuk azt, aki meghalt értünk, és akit szeretünk, azt nem felejtjük el. Ami gyászunk, az nem egy szomorú siránkozás csupán, hanem ami gyászunk egy emlékezés. Akit szeretünk, arra jó visszagondolni. Főleg arra, aki értünk halt meg, mint Jézus. Amikor a pap belép a templomba, akkor leborul az üres tabernákulum előtt. Teljesen a földre borulunk arccal, mert nem tudunk más tenni. Ilyen nagy szeretet láttán az ember térdre borul, sőt, arcra borul az Isten előtt. És ott csendben időzünk. Én nagyon szeretem a nagypénteki liturgiát, pontosan ezért. Ott abban a csendben, abban az önátadásban valamit kifejez nagyon erősen az egyház, hogy igen, leborulunk Jézus előtted, és megköszönjük azt, amit értünk tettél. És ezt követően kezdődik az ige liturgiája, hiszen olvasunk a Szentírásból, először is Izaiás próféta könyvéből, a fájdalmak férfiáról. Izaiás több száz évvel korábban megjövendöli a messiás, mint a fájdalmak férfiát, aki nagyon sokat fog szenvedni. És ezt követően egy gyönyörű zsoltár, amelyben ismételgetjük majd, amit Jézus mondott a kereszten, idézve ezt a zsoltárt, Atyám, Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet. És nagypénteknek egy nagy sajátossága a passió. Jézus szenvedés történetét felolvassuk, illetve legtöbb helyen ezt el is éneklik. De nagypénteken, a szertartás előtt nagyon sok helyen keresztutat is tartanak. Végig járják Jézus szenvedésének az állomásait. Számomra nagyon nagy ajándék és élmény volt, amikor ráéreztünk arra az egyik közösségemmel, hogy valami többet tegyünk nagypénteken. Nekem kevés volt az, hogy nem eszünk húst, vagy csak egyszer eszek egy nap, vagy kenyér, víz. És elhatároztuk többen, hogy reggel 9-től délután 3-ig fogunk gyalogolni. És hála Istennek úgy
számoltuk, hogy pont volt 14 útszéli kereszt, a 14 állomásnak megfelelő keresztek, ahol tudtunk elmékedni Jézus szenvedéséről. Első évben csodálkoztak rajtunk, ki ez a 20-30 ember, aki neki vág, de amikor eljöttem arról a plébániáról, nagypénteken már 150-en végigjártuk ezt a keresztutat, a 2 éves gyerektől a 80 éves néniig, csak kenyeret és vizet vettünk magunkhoz, és óriási élmény volt ezután elmenni az esti liturgiára, és ott valóban újra átélni mindazt, amit Jézus értünk tett. Mert nagypéntek erről szól. Az Isten szeret. Az Isten odaadta legdrágábbat értünk az életét. Nekünk nagypéntek a szeretetnek az ünnepe, a szeretetnek a nagy ünnepe. És ezt fogjuk hallani, ezt halljuk a szentírási szakaszokon keresztül, ahogyan Jézus a legtöbbet adta oda értünk, saját magát. Miután meghallgattuk a passiót, ezután az egyház egészen különleges módon könyörgéseket mond. Nagypénteken a pap olvassa fel a könyörgéseket, és 10 nagyon fontos szándék van, amiért imádkozunk az egyházért, az egyháznak a vezetőiért. Imádkozunk a zsidó testvérekért is, azokért, akik nem hisznek Istenben, nem hisznek Krisztusban. Ezekben a könyörgésekben Jézus keresztjéhez akarjuk hozni mindazokat, akikért szeretnénk imádkozni. És ezt követi a nagypénteki liturgiának a második része, a Szent Kereszt felmagasztalása. Nagypénteken az oltár nagyon egyszerű, és az az oltár Golgotává változik. Ahogyan Jézus meghalt a Golgotán, ugyanaz történik minden szentmisében is. De mivel ma nagypéntek van, és nincs szentmise, ezért felmagasztalja az egyház a keresztet. Gyönyörű része a liturgiának, amikor behozzuk Jézus keresztjét, leleplezzük, és 3-szor énekli a pap, mindig egyre magasabban, íme a Szent Keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Pál apostol azt mondja, hogy a kereszt a zsidóknak botrány, pogányoknak ostobasság, nekünk pedig a szeretet jele. Fölmutatjuk a keresztet, és ezen a nagypénteken mindannyian oda járulunk a kereszt elé, megérintjük a keresztet, és magunkra keresztet vetünk. Megérintjük Krisztus testét. Számunkra a kereszt ezért nagyon fontos. Ott van a házainkban, ott van a templomainkban, mert amikor ránézünk, az jut eszünkbe, hogy Isten ennyire szeretett engem. Nagyon megrendítő része ez a liturgiának. Én nem csak nagy pénteken szoktam ilyet tartani, hanem nagybődben más péntekeken is. Nagyon megindító, amikor ránézünk Jézus keresztjére, aki kitárja a karját, át akar ölelni bennünket, az ő szeretetébe akar bennünket fogadni. Miután megtörtént a kereszt hódolata, azután a szentáldozás következik, szentáldozáshoz járulunk. Nagypénteken nincsen szentmise, az egyház lemond úgymond a szentmiséről, de nem mond le az eukarisztiáról. És ezen a napon különösen is átérezzük azt, hogy mit is jelent ez az áldozat. Nagypénteken azzal, hogy nincs szentmise, egyre erőteljesebben tör elő az, hogy mi is történik a szentmisében. Hogy ez Jézus Krisztus kereszt áldozatának a megújítása. Amikor mi papok
kezünkbe vesszük a kenyeret, és kimondjuk a nagy szavakat, ez az én testem, mely értetek adatik, a borra pedig kimondjuk, hogy ez az én vérem, mely értetek ontatik ki, tulajdonképpen az oltár mindig Golgotává változik át. Nagypénteknek a liturgiája, milyen csendben kezdődik, olyan csendesen fejeződik be. Nincs áldás sem, csak egy elbocsájtó ima. És amilyen csendben jövünk be a templomba, olyan csendben megyünk haza. És ez a csend tart másnap is, egészen a húsvéti vigíliáig. Nagyon fontos, hogy ezen a napon tényleg legyünk csendben. Mindent kizárni, mindent kikapcsolni. Legalább egy nap legyen az évünkben olyan, amikor tényleg oda akarok figyelni az Isten iránta való szeretetére. Próbáljunk meg csendben lenni, figyelni a csendre, és engedjük meg, hogy Krisztus szeretete igazán megérintsen bennünket.